Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Egy egészségügyi tárgyú javaslatcsomag általános vitája szélesebb körű kiterjesztés vagy tág értelmezése is lehetőséget ad, és megmondom őszintén, nagyon megörültem annak, hogy ma ön képviselő a belügyminisztériumot, illetőleg a kormányzatot, mert így szűkebb lakókörnyezetem, szülővárosom, minden bóját, baját és kritikát az ön nyakába tudom zúdítani, mert ön a baj legfőbb előidézője. Azzal együtt az ügyeleti rendszerre gondolok, amiről valószínűleg önöknek itt Budapesten halvány fogalmuk sincs. Nem tudják azt, hogy milyen lavinát indítottak el, és nem tudják azt, hogy cselekedeteiknek, vagy éppen mulasztásaiknak milyen tragikus következményei vannak március 1-től, lehet, hogy mai nap is, és lesznek a következő időszakban is. Azzal együtt, hogy még a legszélsőségesebben elfogult fideszes képviselő sem mondhatja azt, hogy nincsenek várólisták a magyar egészségügyben. Amikor egy ultrahangos vizsgálatra, egy vérvizsgálatra hónapokat kell várni, és akkor a bonyolultabb, komplexebb vizsgálatok nem is beszéltünk, vagy a közepes, vagy a súlyosabb műtétek előjegyzéséről nem is beszéltünk, azok éves nagyságrendűek, tagadhatatlan, hogy önök áttolják az embereket, nem is akaratlan, akarva a magánegészségügyi ellátás irányába. Ezzel egyébként az SZDSZ egyik gyalázatos programpontját valósítják meg, amikor az állam egészségügyi ellátást leépítik, a magánegészségügyet pedig belekényszerítik az embereket. Tagadhatatlan igazság, szerintem a keletitől a nyugati határig mindenki tudja, hogy akinek ma Magyarországon nincs elég pénze és kapcsolata egyszerre, így együttes feltételrendszerben, az vagy belehal egy súlyosabb betegségbe rövid időn belül, vagy legalábbis sokkal rosszabbak a gyógyulási esélyei, mint egy tehetős és megfelelő kapcsolattal rendelkező honfitársának. Az is nagy kérdés, nagyon sokan fölteszik, lehet, hogy önöknek nem merik önöket már megkérdezések sokszor a saját választóik, hogy miért fizetünk mi társadalombiztosítási járulékot, miért vonnak, ha jól emlékszem, 18,5%-ot a munkabérünkből olyas valamiért, amiért vagy semmit nem kapunk, vagy édes keveset. Miért nem hagyják meg akkor legalább a magánegészségügy igénybevételéhez szükséges pénzek egy részét a magyar embereknél? Miért sarcolják meg a fizetésünket TB járulékkal, amikor gyakorlatilag ezért cserébe semmit nem kapunk, front kórházakat a Donkanyarban szintű ellátásokat, és ezért nem az orvosok, nem az ápolók, nem az egészségügyi személyzet a felelős, sőt, őket csak dicséret illeti azért, hogy minden nehézség és 33 év leépítése ellenére mindig a vállukon viszik a magyar egészségügyet. Köszönet azoknak, akik még nem mentek el külföldre, akik nem hagytak itt minket, és ezt az őrületet, ilyen őrület közepette még vállalják a gyógyítást. De amiért én itt ma szót kértem, az döntően egyébként a március 1-től hatályba léptetett ügyeleti ellátás. Hadd mondjak önnek néhány konkrét adatot az ország legszegényebb járásáról, Csengerről, tisztelt államtitkár úr, mert valószínű, hogy 350 km távolság bőven elég ahhoz, hogy önök semmit ne tudjanak, vagy ne akarjanak tudni a valóságról. Elmondom önnek, hogy amit főleg ön talált ki, az most hogy néz ki az ország legszegényebb járásában, ahol én születtem. Úgy néz ki, tisztelt államtitkár úr, hogy munkanapon este 10-től másnap reggel 8 óráig nincs ügyelet. 26 település, 30 ezer ellátottját, egyetlen 30 éves felszereltségű, vagy 30 éves életkorú eszközökkel rendelkező mentőautó látja el. 26 település, ebből 11 tartozik a Csengeri járáshoz, a másik 15 a Fehérgyarmati járás jelentős részét fedi le. Ez összesen 26 település, 30 ezer ellátott. Este 10-től reggel 8-ig egy mentőautó és semmi több. Ugyanez hétvégén, munkaszünet és ünnepnapokon 14 órától másnap reggel 8 óráig szintén. Ez a helyzet, szintén ez egy mentőautó áll rendelkezésére a Csengeri járásnak, plusz még az előbb említett 15 településnek. Az orvosügyeleti autót sem engedik működtetni, vagy lehet, hogy engednék, mondják, hogy az önkormányzat majd esetleg kifizetheti a fenntartás költségeit, de hát ugye az alulfinanszírozott, kivéreztetett önkormányzatok közül egyre kevesebben képesek erre. Nos, az a helyzet, hogy ott, ahol talán Szabolcs megye más részein, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye más részein, Borsod-Abolcs-Zemplén megyében, de szinte valamennyi megyében említhetnék járásokat, körzeteket, tisztelt államtitkár úr. Egyébként nincs megfelelő orvos létszámot, valóban kell valamit kezdeni a helyzetet, de ott se ezt. A Csengeri járásban az a helyzet, de önök abszolút nem érdekelt, hogy mit mondtak a környékről.
8 orvos él a csengerjárásban. Ha a csengerjárást hagyták volna működni, megoldották volna a 24 órás egészségügyi ellátást. Házi orvosra meg tudták volna oldani. Beszéljen az ottani polgármesterekkel, tisztelt államtól, ne Budapestről szemüvegesse a magyar ugart, hanem üljön a szolgálati autóba, nem kerülnek egy forintjába se, autózzon le Csengerre, beszélgessen az ottani emberekkel, és nézze meg azt, hogy hányan haltak meg amiatt az elmúlt 5 vagy 6 hétben, amit önök előállítottak. Azt a maradék kevés jót is, ami még kicsit élhetőbbé tette a mi környékünket, azt önök innen Budapestről szétrobbantották. Tönkretették. Tudja azt ön, hogy ezen a 26 településen hány kilométer kell a egyik ponttól a legtávolabbi pontig megtenni, hogy milyen minőségi utakon, hogy olyan minőségi utakon kell közlekedni, hogy a koca belefial a gödrökbe, a kátyukba, mert önök normális úthálózatot sem tudtak kialakítani 13 év alatt, 13 évből 10 évet kétharmaddal kormányoztak. Egy mentőautónk maradt, tisztelt államtitkár, és van egy másik probléma. Évtizedek kormányokon átívelően, hát ebben benne van vastagon ugye a baloldali kormányzás ideje is, küzd ez a szerencsétlen környék az ország legszegényebb járása egy rohamkocsiért. Egyetlen egy rohammentőért. Két verzió hangzott el a elmúlt napokban, hetekben próbáltam érdeklődni a tárgyban ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a horizonton, a látóhatáron sincsen egy ilyen rohamkocsi rendelkezésre bocsátása. A másik, hogy alapvetően rendelkezésre állna, csak az illetékes főigazgató, valószínűleg a mentőszolgálat főigazgatója nem írta alá, nem írhatta alá a szükséges iratokat állítólag, mert a 70 millió forintos éves működtetési költséget nem tudják előteremteni. Nos, tenger sok elképesztő ötletre, rengeteg felesleges, értelmetlen, minimum rossz fontossági sorrendel felállított jogcímre telik a magyar költségvetésben, valószínűleg a belügyminisztérium költségvetésében is. Hát ezt a 70 millió forintot sikerülne megtalálni ennek a környéknek. És mondom ezt úgy, és értsék ezt önök úgy, tisztelt kormánypárti képviselők, és szégyeljék magukat azért, hogy ennyire sorsára hagyták ezt a környéket. Szabolcs-Szatmár-Berek-megyében érték el a legjobb eredményeiket tavaly. Szabolcs-Szatmár-Berek megye a Fidesz-KDNP szempontjából egy aranyérmes megye. Ott érték el a legjobb egyéni eredményeiket, ott nyertek legnagyobb fölénnyel egyéni mandátumot a képviselőjelöltjeik, és ott kaptak arányében a legtöbb szavazatot az országos listájukra. A minimum az, ha minimális politikai korrektség van, nagyvonalaság lenne önökben, hogy ezt is figyelembe véve, meg az elmúlt 30 évben azt a rengeteg elvett esélyt, az elvont forrást, a más térségek felzárkóztatására átáramoltatott forrásnak egy részét, a részleges kiegyenlítő igazságosság elvének alkalmazására visszaadnák ennek a környéknek. Mondhatnám az egész megyét, de különösen az én szatmári térségemet. Szinte mindent elvettek már tőlünk. A megígért beruházások közül is a legtöbb nem fog megépülni. A megígért útépítések 25 év alatt, ha 50%-os hatásfokkal megvalósulnak. De akkor jók a csengeriek, akkor jók a mátészalak, akkor jók a szabolcsiak, a szatmáriak, meg a beregiek, amik önökre szavazni kell. Hogy ön államtitkár tudjon maradni, tisztelt uram. Akkor jók, amikor segíteni kell nekik, amikor a hónuk alá nyúlni, amikor segítséget kell nekik gyújtani, akkor elfeledkeznek róluk. Lehet, hogy Budapesten nem merik ezt ilyen szinten eljátszani, mert félnek, hogy ebből itt lázadás lesz, az a hatalmukba fog kerülni. A szegény szerencsétlen vidékkel ennek a hatványozott értékét elmerik önök játszani. És akkor beszélünk itt korszerű egészségügyről, meg nemzetmegmentésről, meg mindenről. Amikor egy ügyeleti rendszert nem tudnak normálisan összeállítani. Talán önkritikát kellene gyakorolni. És visszafordulni ezen az úton. Az egy politikusnak a legnagyobb erénye, ha be tudja látni, hogy hibázott, és helyre tudja hozni a hibáját. Ráadásul egy jó döntés kérdése. Nem kerülne túl sok pénzbe, sőt, ez fog sok pénzbe, de legfőképpen sok emberéletbe kerülni, amit önök itt előadtak. Úgyhogy én arra kérem, tisztelt államtitkár, megvárom a válaszát, remélem, hogy erre külön kitér, mert feszült figyelemmel fogja kísérni, hogy követni ezt a választ több tízezer választópolgára környékünkön, ugyanis hiába van annyira megelégedve magával, meg a munkatársaival, azt javaslom, hogy végezzen egy nagyon mély vizsgálatot, egy nagyon mély elemzés, és változtassa meg ezt a döntést, mert lehet, hogy önöknek, vagy önnek
Az érintett települések polgármesterei nem merik mondani, mert jövőre önkormányzati választások lesznek, és nem kapják meg aztán a logót, hogyha elmerik mondani az igazságot. Lehet, hogy az egészségügyi dolgozók félnek a kirúgástól. Nem merik azt se elmondani, még rohamkocsik nincsen. Ezt hadd mondjam el önnek, államtitkár úr. A 30 éves felszereltségű mentőautóhoz körülbelül jön, talán egyszerű, három millió forintnyi összeg kellene, hogy korszerű monitorral és különböző egyéb eszközökkel szereljék föl. Hogy ne olyan eszközökkel kell életet menteni, amit lehet, hogy Noé idejében is használtak. Erre nincsen pénz, mert erre nem méltatják örök ezt a környéket. Úgyhogy én azt kérem öntől nagy tisztelettel, annak érdekében, hogy a következő eszkocsánink kevésbé feszült legyen, hogy legyen szíves ennek utána nézni, és minél hamarabb felszámol ezeket a hiányosságokat, a teljes szakmai indokoltság miatt a rohammentőt biztosítani ennek a környéknek, illetőleg a meglévő mentőautó vagy mentőautók felszereltségét a kornak megfelelő színvonalra fölhozni. Köszönöm szépen, és várom érdemi válaszát. Miénk a jövő? Rád is számítunk. A fiatalok körében már a legnépszerűbb.